Az 1867-es kiegyezést követően létrejött az osztrák-magyar monarchia, a dualista állam. A dualista állam egy óriási mérföldkő volt, mind polgári, mind pedig jogi szempontból is. Nem véletlen éppen ebből kifolyólag, hogy mai témánk az osztrák-magyar monarchia lesz. Vendégem dr. Péter Vári Máté, a Szegedi Tudományegyetem magyar történelmi karának adjunktusa. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntjük tisztelt nézőinket! Mai témánk az osztrák-magyar monarchia működésével, a dualista állammal kapcsolatos, vendégünk pedig dr. Péter Vári Máté. Máté, köszöntelek a stúdióban! Én is szeretettel köszöntöm a nézőket! Nagyon köszönöm a meghívást a Tandemnek, és neked is, Ricsi. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, másrészt pedig annak, hogy már a színfalak mögött sikerült letegeződjünk. Igen. Sokkal, úgymond sokkal megkönnyíti a dolgomat, meg szerintem mind a kettőnk dolgát is egy kicsit barátságosabb. Hasonló korosztályba talán, így természetszerű. Így van. Viszont az egy díjazandó dolog, hogy a fiatalok közül is nagyon jó, sikeres emberek tudnak kiemelkedni itt a Szegedi Tudományegyetemen. Nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavakat. Igen, én a Magyar Jogtörténeti Tanszék adjunktusa vagyok itt a Szegedi Tudományegyetemen. Ennek megfelelően magyar alkotmány és jogtörténetet tanítok az első éveseknek, így aztán profilba vág a kiegyezés, úgyhogy ezért is nagyon örültem a felkérésnek. Engedd meg, Máté, hogy első kérdésként azt tegyem fel neked, hogy maga a dualista állam, tehát az osztrák-magyar monarchia, mit takar az a fogalom, hogy monarchia? Mit jelent ez? Ebben az esetben az osztrák-magyar monarchia, ez egy 1867-ben létrejött államalakulatot takar, amelynek az államformája a Reálunió. Ugye ezt jelképezi egyrésztről osztrák, másrésztről a magyar, hogy az osztrák és a magyar nevet is tartalmaz az államalakulat, hogy kettő államból jön létre, egy nemzetközi jogi államszövetség, amelyet nem csak az uralkodó személye, a monarha köt össze, ugye ebből ered a monarchia szó, hanem ezen kívül más közös ügyek is összekötnek. Ennek kapcsán esetleg többeknek eszébe juthat az úgynevezett personálunió, mint fogalom. Ugye ez Nagy Lajosnál szokott előkerülni jellemzően a personálunió. Pont ez jutott eszembe, egyébként ez lett volna a következő, ahova kivezettem volna. Ugye Magyarország és Lengyelország között ugyanilyen államszövetség jött létre, amelyet viszont csak és kizárólag az uralkodó személye kötött össze, tehát ez ilyen szempontból egy plusz adalékot tartalmazott, hogy meghatározott közös ügyek is összekötötték a két államot. Azzal kapcsolatban egyébként, Máté, hogy dualista állam, ugye a duál, kettős, és nekem is eszembe jutott, mint említettem, a personálunió, amit te is mondtál, hogy Nagy Lajos idejéből származik, ugye oda kötjük történelmi szempontból. Mégis ez a dualista állam, a monarchia, ez milyen működésre utalhat? Milyen belső működés? Tehát mik ezek az alapvető formák, amikről itt beszélnünk kell? Az 1867. évi 12. törvénycikkben kellett lefektetni ezeket a formákat, hogy mégis hogy történjen a döntéshozatal, hogyan működjön a kormányzás, milyen jogkörökkel rendelkezik az uralkodó. Ugye gyakorlatilag a teljes dualizmus időszakában 1867-től 1918-ig lényegében egy uralkodó uralkodott, ugye ő volt Ferenc József, nyilvánvalóan a legvégén 1916-ban trónra került IV. Károly is, de ugye ő így aztán mindösszesen kettő évig uralkodott. A meghatározó uralkodója a dualizmusnak Ferenc József volt, és gyakorlatilag ez a törvény szabályozta azt, hogy milyen módon szülessen a döntéshozatal. Ugye az unos untalan ismételt három hatáskör volt, amiben ugye osztoztak. Az egyik ez a közös külügy, a másik a közös hadügy, és az ezeket fedező pénzügy. Ezt jellemzően mindenki ismerni szokta itt a dualizmus kapcsán. És a fő kérdés az volt, hogy mégis hogyan történjen ezekbe a kérdésekbe a döntéshozatal. Olyan módon, hogy az autonómiát, szuverenitást mindkét állam meg tudja őrizni, úgyhogy gyakorlatilag ezért mondhatjuk ezt, hogy valahol ez egy Deák Ferencnek egy közjogi remeke volt gyakorlatilag, hogy ezt ki tudták alakítani, hogy milyen módon történjen ez, hogy úgy egyik ország szuverenitása se sérüljön igazából. Ferenc József esetében például megemlíthetjük azt is, hogy nagyon sokan, ugye, akik tanulják, történelmet tanulnak, középiskolások, általános iskolások is úgy ismerik őt, mint a kalapos király. Nem, az a korábbi uralkodó, 1780 és 1790 között második József, Ferenc József ugye onnan ismert, hogy 1848-ban a márciusi forradalom alkalmával, vagy az áprilisi törvényeket követően, ugye az ő nevéhez fűződik végül is a forradalom és szabadságharc leverése, úgyhogy ő általában innen ismert, hogy ő váltja föl 5. Ferdinándot.
És másik szempontból a különlegessége, hogy ő nem úgy került trónra, mint jellemzően az uralkodók, hogy az előtte lévő uralkodó az édesapja vagy valamilyen rokona elhunyt, hanem gyakorlatilag úgy, hogy lemondatták az előtte lévő uralkodót, 5. Ferdinándot, majd szintén Ferenc József trónra kerülését megelőzően Ferenc Károly, az édesapja is lemondott a trónról, és aztán így tudott trónra kerülni. Az első sorban egyébként Ferenc József édesanyjának, Zsófia főhercegnének volt köszönhető. Azt mondják, hogy az egyik kedvenc fia volt Ferenc József, bár nem a legkedvencebb, mert ő Miksa, hogyha őt ismerjük, akkor ő a későbbi mexikói császár lett, úgyhogy ő még ilyen szempontból különleges a Habsburgoknál. Akkor engedd meg, hogy egy kicsit úgy korrigáljam a helyzetet. Úgy látszik, hogy egy kicsit talán berosdásodott a történelem tudásom, de valahol mégis volt valami kis összeköthetőség abban a nem megfelelő állításban, amit én mondtam. Viszont osztrák-magyar monarchia esetében, Máté, alapvetően mettől meddig tartott ez az időszak, a dualista állam, az osztrák-magyar monarchia? A dualista állam berendezkedés 1867-ben a kiegyezéssel veszi kezdetét. Nyilván az egyezkedés már korábban megindul, de akkor gyakorlatilag nem beszélhetünk dualista államberendezkedésről, és aztán egészen 1918-ig, az első világháború végéig maradt fönn a dualista állam. Milyen indokból jött létre az osztrák-magyar monarchia? Ugye a kiegyezést is említetted. Na most, hogyha kiegyezésről beszélünk, az azt jelenti, hogy két félnek meg kell egyezni egy közös érdek miatt. Tehát nem csak az, hogy az egyik fél diktál, hanem mind a ketten felállítunk érveket, indokokat, igényeket, és ezeknek ugye valahol találkozniuk kell. Mi volt az az indok, ami miatt ez történt? Igazából az egyezkedéshez az vezetett, hogy az osztrák császár megváltoztatta a korábbi álláspontját, miszerint Magyarországot szeretné az osztrák császárság tagállamaként kezelni. Ugye érzékelte, hogy azok a feszültségek, amik a nemzetiségi politika miatt szétfeszítik a birodalmat, enyhítésre szorulnak. Ezért aztán Ferenc József úgy dönt, hogy akkor megpróbál a magyarokkal kiegyezni, mert a külpolitikai nyomás miatt sem igazán fenntartható továbbiakban ez az állam, és egyébként is az államadósság is kezdett már elviselhetetlen mértéket ölteni. Így aztán az az érdekes, hogy ahogy említetted, a két félnek ugye azt mondanánk, hogy egyességet kell kötni. Jellemzően Magyarországra szemlélve azt szoktuk mondani, hogy az osztrák császárság és a magyar királyság köt egymással a szövetséget. Hát ez a mostani Ausztriával szemlélve, meg az osztrák jogtörténettel foglalkozók úgy gondolják, hogy ez nem feltétlen igaz ilyen formájában, mert ez elsősorban Ferenc József egyessége, aki gyakorlatilag így egy személyben személyesítette meg az osztrák császárságot, Ferenc József egyessége a magyar királysággal. Tehát nem mondhatjuk azt igazából, hogy két egyenrangú fél egyezkedett. Talán Ferenc József, mint az uralkodó, mondható egyenrangú félnek a magyar királyság képviselőivel. És egyébként ez, hogy nagyon nehéz meghatározni, hogy melyik az a két egyenrangú fél, amelyik egyezkedett, az is mutatja, hogy még az 1867. évi 12. törvénycikk, ugye, ami a kiegyezésről szól, magyar szempontból azt a megfogalmazást tartalmaz, hogy a magyar királyság és az osztrák császárság köt egyességet, és ez a két államnak a jogköreit fogja igazából szabályozni. De hogyha az osztrák, tehát a német nyelvű törvényt nézzük ilyen szempontból, akkor pont ennek hát egy érdekes módosulását fogjuk felfedezni, mert hogy az a törvény azt tartalmazza, hogy a Szent István koronájának országai, tehát igazából ugye ezt akarja Magyarországot és Horvátországot, meg aztán ugye Erdélyt, mert ezt megelőzően nem tartozott Magyarországhoz, legalábbis az 1848-as áprilisi törvény nem lépett akkor még hatályba, majd csak a kiegyezést követően. Míg osztrák részről nem osztrák császárság nevet fognak alkalmazni, hanem a birodalmi tanácsban képviselettel rendelkező királyságok és tagállamok vagy tartományok fogják magukat képviselni. Tehát ugye ebbe is látjuk, hogy igazából az osztrákok megtartják azt az államelnevezést, hogy külső szemlélő számára továbbra is úgy látszódik, hogy az osztrák császárság név alatt fut ez az egész állam, tehát mintha továbbra is az osztrák császár irányítaná, úgy osztrák-magyar monarchia néven szerepel, de az osztrák császárság nevet nem tartják fent azokra az államokra, amelyek Magyarországtól függetlenek. És akkor ugye ennek köszönhető az, hogy hát elég furcsa kettősség van ilyen szempontból, hogy hogyan határozzuk meg, hogy melyik két állam köt egymással a szövetséget. Említetted a nemzetiségi igényeket, ami ugye egy alapját képezte a kiegyezésnek. Viszont nekem még eszembe jutott egy másik, és kérlek, ha nem így van, akkor cáfolj rám,
hogy a kiegyezést megelőző években az osztrák császárság egy vesztesnek tűnő háborúban vagy harcban állt. Úgy emlékszem, Olaszország környékén, ha jól emlékszem, akkor kimondhatom, hogy jó történelem tanárom volt középiskolában. Ez is hozzávezetett ahhoz, hogy nagyon, tudomásom szerint nagyon felélte a pénzügyi készleteket ez a háború, a folyamatos hadbanállás, és emiatt is döntöttek elvileg. Így van, gyakorlatilag a kiegyezéshez vezető tényezők, ezek ilyen szempontból kettősek voltak. Először ugye az olasz egység irányába történő háborúk, ez a 1859-1860 környéke, tehát gyakorlatilag a neabszolutizmus lezárása, ez az első megrázkódtatás, amelyik abba az irányba sodorja Ferenc Józsefet, hogy igyekezzen egyezkedni a magyarokkal. Majd utána a következő ilyen nagy megrázkódtatás az ugye az úgynevezett a német egység miatt bekövetkező háború. Ugye 1866-ban volt a Königgrécz-i csata, aminek aztán az az eredménye, hogy az osztrák császárság ezt elveszíti, és így kiszorul a nagy német egység koncepciójából. Így aztán Ferenc József arra kényszerül, hogyha fönn akarja tartani ezt a sok nemzetiségű államot, akkor gyakorlatilag a csataterek számán kell csökkentenie, és ez is vezet összességébe a kiegyezéshez. És valóban, hát ahogy Monte Cuccoli mondta, elsősorban a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz, pénz. Ennek köszönhetően hát a államkassa a csőd közelében volt, úgyhogy ezért is volt fontos, hogy ugye a passzív ellenállás miatt a magyarok úgy mérsékelten fizettek adót, és abba bízott, hogy akkor ezáltal, hogy megtörténik a kiegyezés, a magyarok nagyobb szerepet fognak vállalni az államszervezet fenntartásában. Még fontos azt is akkor hozzátegyük, a passzív ellenállás ugye Deák Ferenc nevéhez köthető, szintén érettségéhez tartozó témakör, nagyon fontos kulcsszónak tartom én is. Arra lennék még kíváncsi igazából, hogy ha már ezt a témakört, ugye a kiegyezést, és az osztrák császárság igényét tekintjük, hogy magyar oldalról milyen fogadtatásban részesült a kiegyezés először, majd hogyan jutottunk el arra a pontra, amikor is megszületett a kiegyezés. Ilyen szempontból nagyon érdekes a kiegyezési törvényt szemlélni. Az érződik benne, hogy még azok, akik megkötötték, tehát Deák Ferenc, aki így ezáltal azt kell, hogy mondjuk, hogy azért bízott az osztrák császárba, vagy legalábbis sokkal jobban bízott, mint Kossuth Lajos. Mégis az egyik legfontosabb szempontjuk, hogy minél több közjogi biztosítékkal sikerüljön körbebástyázni azt, hogy ne lehessen Magyarországot ismételten beolvasztani a birodalomba, tehát hogy az uralkodónak az ilyen irányú kísérleteit meg lehessen akadályozni, és gyakorlatilag ezt a jogi szövegnek a meghatározásával igyekeztek megoldani. Azt kell, mondjuk, hogy az összessége egyébként sikeres volt, tehát az osztrák császárnak egyébként szerintem szándéka se volt különösebben felrúgni ezt a kiegyezést, de amúgy abszolút működőképes volt ez a kialakított közjogi szervezet, amit a kiegyezéssel hoztak létre. Másrésztről viszont ugye az jól ismert, hogy az úgynevezett Kasszandra levélben Kossuth ugye elzárkózott az osztrákokkal való kiegyezéstől, és hát gyakorlatilag a magyar politikát is ez a kiegyezési törvény határozta meg, gyakorlatilag az egész dualizmus korszakában kettő nagy pártömörülés volt, összességében a több részre is szakadt. Ugye a pártok egy része támogatta a kiegyezést, a másik része nem támogatta a kiegyezést, tehát az egyértelmű törésvonal mentén húzódott a magyar társadalomban. Összességében ez nehezen kezelhető problémákat is szült. Ugye, heves viták voltak? Hát a viták is nagyon hevesek voltak, és emellett ugye az uralkodónak a kezét is erősen megkötötte. Ugye azt érdemes megemlítenünk, hogy az uralkodónak a jogosultsága az, hogy meghatározza, ki legyen a miniszterelnök, és így milyen, valamilyen szinten, hogy milyen kormány irányítsa az országot. Nyilvánvalóan egy olyan kormányt nem lehetett hatalomra segíteni ebbe a közjogi relációba, amelyik a kiegyezés ellen volt, mert hát az uralkodó is akkor saját maga ellen dolgozott volna, és hát egyébként is egy nagy nehezen létrehozott egyességet rúgnának ezáltal fel. Érdekes, hogy a reálpolitikusoknál azért azt tapasztaljuk, hogy ennek megfelelően úgy át is értékelték az álláspontjukat. Ugye Tisza Kálmán szokták ilyen szempontból említeni, mint aki nagyon furcsa. A kiegyezés alkalmával gyakorlatilag a kiegyezést ellenző ellenzék vezére, majd 1875-ben azért lehet miniszterelnök, egészen 15 évig, ugye még jelenleg is az egyhuzamban, leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök pozíciójában ő a csúcstartó. Pont ezért lehet miniszterelnök, mert hogy megbékél összességében a kiegyezéssel, és elfogadja, hogy Magyarország számára ez pozitív.
Objektíven tekintve, se nem magyar oldal, se nem osztrák császári oldalról nézve, ez a kiegyezés, ez a két ország számára, hogyha így egységként tekintünk rá, osztrák-magyar monarchia, egy pozitívum volt, egy pozitív tényező? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha egyértelmű választ kell adni, akkor én azt mondanám, hogy igen, ez Magyarország számára, vagy akkori Magyar Királyság számára feltétlen pozitívum volt. És azt tapasztaljuk, hogy voltam kint ösztöndíj Ausztriában, és hogyha ott Bécsben megkérdezed az embereket, akkor ők is jellemzően ilyen nosztalgiával gondolnak rá. Ilyen szempontból számomra meglepő, hogy legalábbis nekem azok az emlékeim maradtak, hogy főleg így az általános iskolai történelem oktatásban összességében a Habsburgokat ilyen ellenségnek tartjuk, gyakorlatilag majdnem végig. Tehát a történeti írás így inkább azt hangsúlyozza, főleg legalábbis nekem így kisgyerek fejjel az maradt meg, hogy a Habsburgok mindig ellenség. És így úgy azt érzékeltük, hogy akkor a kiegyezés sem lehet jó Magyarországnak. Hát ezt így azért nem merném kijelenteni. Hogyha talán azt kellene meghatározni, hogy milyen furcsa a viszony, akkor talán az osztrákok mondanák rá azt, hogy hát ők nagyon furcsán érezték magukat ebbe a konstellációval, mert gyakorlatilag a fejük fölött egyezkedtek a kiegyezés alkalmával, és azt tartalmazta a kiegyezésről szóló törvény, hogy csak két alkotmányos ország tud egyezkedni egymással. Tehát gyakorlatilag Ferenc Józsefet, hogyha így nézzük, a magyarok kényszerítették rá arra, hogy Ausztria irányában is engedményeket tegyen. Úgyhogy ennek köszönhető, hogy a kiegyezést követően jön egy fontos jogi korszak Ausztria területén, ezt nevezik az úgynevezett konstitucionalizmusnak, amikor elindulnak szintén a polgári államszervezet kialakítása irányába. Úgyhogy szerintem összességében azt mondjuk, hogy mindkét országnak pozitív volt, gazdasági szempontból pedig végképp. Magyarországnak főnyeremény, de szerintem Ausztriának is egy csomó olyan lehetőség teremtődött meg ekkor, ami gyakorlatilag még most is dolgozunk, hogy az Európai Unió tagjaként ez megvalósulhasson. Például nagyon tipikus példa, hogy a kiegyezésben a közös érdekű ügyek közé kerül a pénzrendszer is, és ennek köszönhetően Magyarországon és Ausztriában ugyanaz a pénz volt gyakorlatilag egész végig, tehát ugyanazzal a valutával fizethettek. Nyilvánvalóan ez a kereskedelmet rendkívüli módon előmozdította. Vagy ugyanígy a közlekedés területén próbáltak megint csak egyességre jutni, és azt is tartalmazza ez a kiegyezési törvény, a közös érdekű ügyek közül az egyik, hogy a vasútról egyeztetnie kell a két államnak egymással. Nyilvánvalóan úgy érdemes vasútat építeni, hogy a határnál a végén találkozni fog, mert úgy lehet a kereskedelmet igazából megvalósítani. Tudnál ilyen vasútvonalat esetleg említeni? Sajnos nem, ez nem vagyok ebben annyira jó ilyen vasútvonalakban. Említetted egyébként azt a varázsszót, hogy nagyon hasznos volt pénzügyi értelemben Magyarországnak a kiegyezés, és az osztrák-magyar monarchia létrejötte. Ebben az esetben ugye van még a három kult szó, a hadügy, a külügy, és ugye az ezeket fedező pénzügy. Mi volt az az arány, amivel pénzügyileg, hogy is fejezem ki magamat, tehát amivel közösen be kellett szállni, úgymond volt egy közös kassa. Így van, ezt a közös kasszát nevezték úgy, hogy az úgynevezett kvótákat határoztak meg. Egyrésztről gazdaságilag két szempontból volt fontos a kiegyezés. Egyrésztről mondtuk, hogy nagyon súlyos volt az államadósság. Ennek köszönhetően az egyik fontos szempontja gyakorlatilag az osztrákoknak, hogy az államadósság egy részét vállalják át a magyarok. Úgyhogy ez meg is valósult ebbe a törvénybe, az államadósság egy részét a Magyar Királyság átvállalja. Másrésztről pedig ez az általad említett kvóta, annak az a lényege, hogy a közös ügyeket közösen fogjuk fedezni. Ezt a kvótát úgy határozták meg, hogy Ausztria, mivel összességében gazdagabb ország, gazdaságilag fejlettebb, így 70%-kal részesül ezekből a közös költségekből, míg Magyarország 30%-kal száll be. És gyakorlatilag ezt a kiegyezés törvény még csak azt szabályozza, hogy bizonyos időközönként kell újra tárgyalni, később majd látjuk, hogy kb. 10 évente újra is tárgyalták, és ez szépen lassan elkezdett egymáshoz közeledni. Ha jól emlékszem, a végén ilyen 36-64 arány volt, gyakorlatilag amit 1907-ben fogadnak el, nem vagyok benne 100% biztos, de nagyjából ezekkel az arányszámokkal kell dolgozni, tehát szépen a kettő elkezdett egymáshoz közeledni, és nyilvánvalóan ez egy nagyon hasznos volt mindkét ország szempontjából, hogy a közös ügyeket így együttesen tudták finanszírozni. Ugye ezek a közös ügyek elsősorban ugye akkor, hát valljuk meg őszintén, elsősorban azért a hadsereg fenntartása, tehát azért a külügy olyan rendkívüli összegeket nem emésztett fel, tehát főleg a hadsereg fenntartását jelentette ez. Majd egyébként egy másik érdekes téma, hogy hogyan határozzák meg ezt a költségvetést, mert gyakorlatilag ugye ez a legfontosabb probléma, hogy a polgári átalakulásnak
az egyik fontos szempontja, hogy innentől kezdve a költséget és az országgyűlés határozza meg. De ugye a magyaroknak pont ez az egyik legfontosabb követelése a kiegyezés alkalmával, hogy ne legyen közös országgyűlés, ne legyen közös birodalmi tanács, hogyha esetleg emlékeznek rá a nézők, és emlékszel te is rá, Ricsi. 1860-61 környékén pont ez a legnagyobb vita, hogy a birodalmi tanácsba küldhetne a magyar országgyűlés tagokat. Ugye ezt a magyar országgyűlés elutasítja, nem kívánnak ilyen tagokat küldeni, és így aztán ez lesz a legfontosabb deákék számára, hogy hogyan határozzák meg, hogy ne legyen egy ilyen közös törvényhozó szerv, de mégis a polgári alapelveknek megfelelően lehessen meghatározni ezt a közös költségvetést. Így születik az a megoldás, hogy delegációkat küld mindkét fél, 60-60 főből, és így gyakorlatilag a legmesszebb menőkig mennek el abba, hogy a paritás elve alapján történjen meg mindez, ugye ez az úgynevezett egyenlőség, hogy mindenféleképpen a két ország ebben az esetben is itt a delegációk ügyében azonos jogokkal rendelkezzen, azonos módon működjön, mindkét félnek 60-60 képviselője legyen, és gyakorlatilag még arra is nagyon kényesen vigyáznak, hogy ezek ne üljenek össze, tehát ne együttesen tárgyaljanak, mert hogy akkor lenne arra lehetőség, hogyha együttes tárgyalás történne, hogy ez majd később egy birodalmi tanáccsá fejlődjön egy közös törvényhozó szervé, ugye ezt akarták megakadályozni. És akkor mégis úgymond elkerülték ezt a jelenséget, de emellett mind a két félnek az igényei úgymond találkoztak, tehát valamilyen szinten ebben is ki tudtak egyezni. Így van, tehát abszolút mind a két fél ezzel meg tudott egyezni, és arra jutottak, hogy akkor ez így tökéletes megoldás születik. Két fél külön tárgyalt egymástól, majd aztán, hogyha esetleg nem sikerült egyességre jutni, akkor szavazni összeültek, hogy mindenképpen egyesség szülessen, és így összességében azt mondhatjuk, hogy akkor mindkét fél közös álláspontot tudott kialakítani, és ezekkel általában elégedettek voltak. Máté, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen. Önöknek is köszönjük, kedves nézőink, már is visszatérünk. Köszöntjük ismét kedves nézőinket! Témánk természetesen az osztrák-magyar monarchia, a dualista állam berendezkedése és egyéb jobbkörök. Máté, alapvetően ugye ez egy nagyon sokrétű téma, tehát erről nem lehet csak úgy beszélni, hogy volt A, meg volt B, volt a magyar, volt az osztrák, akkor tegyük össze a pénzünket, és akkor alkossunk valami jót. Ez itt egy nagyon, úgy gondolom, egy nagyon komplex államrendszer. Viszont pont emiatt, hogy ilyen komplex dolgokról beszélünk, ugye említettük már a deákékféle passzív ellenállást, szintén témába jött ugye Ferenc József is. És ebben az esetben milyen erőviszonyokról beszélhetünk? Tehát létrejött a kiegyezés, te is említetted a 60-60 fős delegációkat, viszont az erőviszonyok milyenek voltak? Volt-e az, hogy az egyik fél rá telepedett a másikra, esetleges elnyomás, vagy valakinek felülértékelődött a szerepe, valakinek meg alulértékelődött? Összességében nyilván a magyarok végig attól tartottak, hogy akkor majd előbb egy ilyen alá-fölé rendeltségi viszony alakul ki. Én az eddigi történeti ismereteim alapján, meg ahogy összességében, amikor foglalkoztam ezzel a témával, én nem tapasztaltam, hogy lenne ilyen aláfölé rendeltségi viszony. Tehát jól sikerült ennek a kiegyezésnek az államszervezetek a megteremtése, és szerintem Ferenc József gyakorlatilag, lehet, hogy lett volna benne változás, hogyha uralkodó változás történik, mint ahogy Ferenc Ferdinándról tudjuk is, hogy törekszik arra, hogy esetleg egy ilyen föderáció jellegű, vagy mondjuk a cseheket bevonja, és akkor ilyen háromosztatú ország jön létre, ez az úgynevezett ilyen trialista monarchia jött volna létre, az, hogy a cseheket még bevonja ezzel pluszba. Akkor lehet, hogy valamennyire ez változhatott volna, de itt szerintem ezt nem lehet tapasztalni. A magyarok nyilván kényesen ügyeltek is erre, és minden korábban megszerzett hatáskörre nagyon kényesen figyeltek, hogy ne sikerüljön ezt semmiképpen az osztrák császárnak elvonni tőlük, de megmaradt szerintem a mellérendeltség ebbe az esetbe. És ez abból is látszódik, hogy például a közös állampolgárság se alakul ki, hanem abban az esetben is azt látjuk, hogy abszolút ilyen mellérendelt viszony marad. Van különálló magyar állampolgárság, van különálló osztrák állampolgárság, tehát nincs osztrák-magyar állampolgárság ilyen szempontból. Ami mai szemmel nézve ezért összességében azt mondjuk, hogy egy kicsit furcsa megoldás, mert például a külképviseletek, meg nyilván az osztrák-magyar monarchiának volt egy külképviselete, vagy voltak külképviseletei a külső országokban. Tehát ilyen szempontból is azt látjuk, hogy azért ez a mellérendeltségi viszony megvolt, de az együttműködés nyilván, mivel a külügyekben együttműködtek, az is teljesen megmaradt.
Milyen időközönként történtek közös tárgyalások, amire közös megegyezésre volt szükség, egyben a delegáltak is megjelentek, ezek milyen időközönként ültek össze? A delegációkra azt kell tudni, nekik mindig egy évre szólt a megbízatásuk, és hogyha esetleg az uralkodó feloszlatta az országgyűlést, akkor az megint egy fontos szempont volt, hogy a delegációt is akkor azzal fel kellett oszlatni, és az új országgyűlés új tagokat delegált az úgynevezett delegációkba. Ezek évente ültek össze, és ugye említettem ezt a paritás elvét, hogy kényesen vigyáztak arra, hogy ugyanazonos jogosultságok legyenek. Ez abban is megmutatkozott például, hogy egyik évben Bécsben, másik évben pedig Budapesten tárgyaltak. Úgyhogy a Magyarországgyűlésben most is látható, hogy ezeket külön termeket alakítottak ki, és hogy ott összességében tudnak üzengetni egymásnak. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy évente ülnek össze. Nyilván a költségvetést ezt évente fogadták el, majd szintén az előző évi költségvetésnek meg a zárszámadását kellett elfogadni, tehát ugye mind a két szempontból egyrésztről a jövő évi költségvetést meghatározták, és utána pedig az előző évit pedig ellenőrizték. És ennek volt köszönhető az is, hogy vannak ezek az úgynevezett közös miniszterek, ugye ennek a három ügynek kellett közös minisztereket teremteni, szintén ezeknek a delegációknak a jogosultsága az, hogy ezeket a közös minisztereket esetleg ellenőrizhesse, hogyha valami probléma van, ugyanis a miniszteri felelősség elvének ez megfelel. Egyébként a delegáció kapcsán még azt is érdemes megjegyezni, hogy azt tapasztaljuk, minden jogosultsággal igyekeztek őket felruházni, ami egy országgyűlési képviselőt megillet. Többek között a mentelmi joggal is rendelkeztek, tehát érződik, hogy ezt egy ilyen jogalkotó szervnek képzelték el, de ugye azzal is ennek a különbséget viszont azzal is próbálták hangsúlyozni, hogy például nem törvényt alkottak, hanem határozatokat alkotnak, tehát ilyen szempontból jogalkotó szervet, de mégse törvényhozó. És hogy a pénzügyek kapcsán is azt mondjuk, hogy azért fontos, hogy csak az ezeket fedező pénzügy, hogy a delegáció meghatározza a költségvetést, de utána a másik szempontból már annak a beszedése, hogy hogyan fogják mindezt finanszírozni, ez már a Magyarországgyűlés, meg a független felelős magyar kormánynak a feladata, tehát az ilyen szempontból már teljesen elkülönül ettől. Egyébként a hadügyeknél is egyszer azt szoktuk mondani, hogy a hadügyek azok közösek, de ez sem így azért teljesen pontos. Nyilvánvalóan, hogy hogyan működik a hadsereg, vagy hogyan épül fel, vagy a közös hadseregnek mi a vezényleti nyelve, ez akkor közös ügy, de hát mondhatjuk másrészt, hogy honvédelemnek, de végül is ugyanúgy hadseregről van szó, hogy a Magyarországgyűlés határoz arról, ugye, ami ekkor a legfontosabb probléma egy hadsereg esetében, hogy hol szállásolják el, hogyan élelmezzék őket, ez mind a Magyarországgyűlés, és összességében pedig a magyar kormány feladata erről intézkedni és ezeket a problémákat rendezni. És amire esetleg emlékezhetnek a hallgatók is, és esetleg te is, Ricsi, hogy nagyon fontos jogköre volt az országgyűlésnek az újoncok megajánlása. Ugye ezzel tudták az uralkodót sokszor arra kényszeríteni, hogy hívja össze az országgyűlést. És az újoncok megajánlásának a jogköre, ez továbbra is a Magyarországgyűlést illeti meg, tehát ilyen szempontból a hadügynek bizonyos elemei továbbra is Magyarországhoz tartoznak, és ezzel, amivel tudják kényszeríteni az uralkodót, hogyha esetleg nem úgy intézni az uralkodó az ügyeket, ahogy ezt a magyarok elképzelték, ezt megőrizték. És ugyanígy egyébként, ami ezzel párhuzamos, az újonc megajánlással, ez az úgynevezett adó megszavazás joga, az is megmarad a Magyarországgyűlésnél, úgyhogy erre nagyon kényesen ügyelnek, és még a közigazgatási törvényekbe is beemelik ezeket a jogköröket, hogy ezek megmaradjanak. Számomra nyilvánvalóan ezek a legkedvesebbek, mert hogy én a közigazgatási joggal foglalkozok, de ott is érzékelhető ez, hogy ezek az elemek megjelenik. Az önállóságra törekvés valamilyen szinten azért, hogy ez a mély kezelmi foglalkozzon. Hát mindenféleképpen próbálták körbebástyázni azt, hogy ne legyen arra lehetősége az osztrák császárnak, hogyha esetleg olyan tanácsadók kerülnek a közelébe, akkor ezt esetleg megváltoztassa. És esetleg még felvetette ezt az aláfölé rendeltséget. Azt gondolhatnánk, hogy mondjuk a közös miniszterek jellemzően az osztrákok közül kerültek ki, mert hát nyilván ők beszélik a német nyelvet, logikus, hogy azért az osztrák császárral az ügyintézés német nyelven folyik, tehát ebből is az adódhatna, hogy esetleg a miniszterek többsége az osztrákok közül kerül ki. De megnézzük, érdekes módon a meghatározó miniszterek jelentős része mégis a magyarok köréből került ki. Tehát talán a legfontosabb ezek közül a közös miniszterek közül a közös külügyminiszter, ő ugye a korábbi magyar miniszterelnökből, Andrássy Gyulából lesz aztán közös külügyminiszter. Nagyon fontos a magyar történelem szempontjából Andrássy Gyula abból a szempontból is, hogy ő ugye a kiegyezés utáni első miniszterelnök egészen 1871-ig, a legfontosabb törvényeket az ő kormányzása alatt fogadja el a Magyarországgyűlés, és igyekszik kiépíteni a magyar államszervezetet. De talán még lehet, hogy ennél is fontosabb, hogyha a magyar történelem szempontjából talán kissé
kevésbé látható szerepkör volt, hogy viszonylag hosszú ideig közös külügyminiszterként dolgozhatott a miniszterelnöki pozíció betöltése után. Pont ezért, mert az osztrák udvarba őt nagyon kedvelték, és számtalan fontos külügyi megállapodás hozott tető alá. Említetted azt, hogy az uralkodónak a jogkörébe tartozott az, hogy a császárság felüli a delegáltakat, de azt a 60 delegáltat, hogy kik legyenek azok, tehát hogy az elfogadása ennek, vagy az esetleges elutasítása. A Magyarország szempontjából a 60 delegáltat a magyar a kormány fogadta el, vagy ebben is? Nem, a Magyarország gyűlés. Ez is érdekes módon így megoszlott, mert a Magyarországgyűlés ebben az időszakban nem úgy néz ki, mint most, mert most ugye egy kamarás országgyűlésről beszélünk, abban az időszakban viszont két kamarás országgyűlésről beszélhet. Ugye egyrésztről a képviselőházból állt, majd egyébként még a kiegyezés alkalmával a főrendi tábla volt a gyakorlatilag, amire azt mondhatnánk mai szóval, hogy felsőház. Tehát a főrendi tábla és a képviselőház működött együtt egy törvény elfogadása során, és ennek megfelelően határozták meg a delegációknak gyakorlatilag a delegálásának a módját, vagy a delegáció tagjainak a delegálásának a módját. 40 főt küldött a képviselőház, másik 20-at pedig a főrendi tábla. És ez egy nagyon leegyszerűsített metódus, mert arra is gondolnunk kell, hogy ugyanbár ez így nézett ki a kiegyezés alkalmával, de mindössze egy évvel később, 1868-ban megszületik a horvát-magyar kiegyezés. És a horvát-magyar kiegyezés alkalmával nyilvánvalóan ezt módosítani kell, mert ott is az az alapelv, mint az osztrák-magyar kiegyezés alkalmával, hogy Horvátország és Magyarország között valamilyen módon egyenlőséget igyekeznek kialakítani. Mondjuk ahhoz képest, hogy a magyarok milyen kényesen ügyeltek az egyenlőségre az osztrák-magyar kiegyezés kapcsán, azért a horvát-magyar kiegyezésnél már nem voltak ennyire finnyásak, de utána azt elfogadják ebbe a horvát-magyar kiegyezésbe, hogy a főrendi tábla tagjai közül is néhányat a horvátok küldhetnek, és egyébként pedig a képviselőház által küldött delegációnak is néhány tagja a horvát képviselők közül került ki. Említettél egy olyan szót, hogy törvényhozás. Erre szeretném most kihegyezni a beszélgetésünket, ezen témába elvinni. Tegyük fel, hogy csak Magyarországról beszélünk, tehát nem az egész osztrák-magyar monarchiát érintő törvényt próbálunk most meghozni, vagy elfogadtatni, hanem itt Magyarországon belül vagyunk, de ebben az időszakban. Hogy működik jelenleg az osztrák-magyar monarchia idején egy Magyarországot érintő, csak is Magyarországot érintő törvénynek az elfogadása vagy a meghozása? Említetted, hogy határozatokról beszélünk itt ebben az esetben. Határozatokról ugye a delegációk kapcsán beszéltünk, tehát ugye az osztrák-magyar monarchia kapcsán együttesen nem is lehet törvényt elfogadni, ezért fontos, hogy az államszövetségben két egymástól független állam van, tehát lehet elfogadni törvényeket egyrésztről az osztrák császárság területén, ha magyar szemmel nézzük, és a magyar királyság területén lehet szintén elfogadni önálló törvényeket, és egyébként a szábor Horvátországban is elfogadhat törvényeket, tehát hogyha a magyar királyság területén elfogadott törvényekről beszélünk, akkor nyilván Horvátországot jellemzően nem értjük ide. Milyen módon születik a törvény? Hát ebben az időszakban főként az a jellemző, hogy a törvényjavaslatokat a minisztériumok vagy a miniszterek nyújtják be. Ekkor is már megjelenik az, hogy akár egy országgyűlési képviselő is előterjeszthet törvényjavaslatot, de nem ez a jellemző. Utána ugye nyilvánvalóan először a képviselőháznak kell elfogadnia ezt a törvényt, majd a képviselőház fogja megküldeni a főrendi táblához, majd 1885-től pedig az úgynevezett főrendi házhoz, mert átalakítják a főrendi táblát gyakorlatilag a polgári korszak elvárásainak megfelelően. És hogyha ez a két különálló kamara elfogadta a törvényt, akkor van arra lehetőség, hogy a végén az uralkodó szentesíti ezt. Az utókor történelemtudománya állapított meg egy igen érdekes hatáskört egyébként, hogy egy ilyen előszentesítési jogot kapott Ferenc József a kiegyezés alkalmával. Ezt egy titkos megállapodás tartalmazta, tehát ez nem volt közismert a sajtó számára, és összességében az országgyűlési képviselőknek is csak viszonylag kevés része szerzett erről tudomást. Az előszentesítési jog ez egy nagyon fontos jogkör volt. Csak olyan törvényt terjesszenek a képviselőház elé, nem kellett a törvényszövegét konkrétan meghatározni, de a tárgykört igen. Tehát csak olyat terjesszenek elé, amit az uralkodó előzetesen jóvá hagy. Ugye összességében azt mondhatjuk, hogy az uralkodó nem szentesít egy törvényt, akkor abból nem lehet törvény. Ilyen szempontból vétójoga volt az uralkodónak, tehát hogyha valamilyen törvény elfogadását ő nem támogatta, akkor addig nincsen lehetőség törvényhozásra.
Tehát ez valahol azt mondhatjuk, hogy a magyar kormánynak is az érdeke, vagy a képviselőháznak is az érdeke, hogy csak olyan törvényt terjesszenek a képviselőház elé, amelyből aztán utána a törvény lehet. Más szempontból pedig ugye abban az esetben, amikor a kiegyezésnél nagyon éles törésvonal keretkezett a magyar társadalomban, és nagyon sokan nem kedvelik az osztrák császárt, mint magyar király, akkor fontos szempont az, hogy ne fogadjanak el egy olyan törvényt, amire esetleg a társadalom azt gondolja, hogy ez egy nagy fontosságú ügy, de jó lenne, ha a törvény születne belőle, és akkor a sajtó ne tudjon nyomást gyakorolni az uralkodóra, hogy fogadja el, mert már csak az ő szentesítése hiányzik. Tehát ilyen szempontból mind a két félnek az érdeke volt ennek a megalkotása. Nyilván az, hogy az ellenzék nem tudott róla, az egy érdekes megoldás. Számomra egyébként különösen érdekes az, hogy említetted az előszentesítés jogát. Az uralkodónak egyébként milyen speciális jogköre volt így az osztrák-magyar monarchián belül? Mennyire volt komplex az ő jogköre? Az osztrák-magyar monarchia alkalmával gyakorlatilag a királyt megillető jogosultságok nem különösebben változnak az 1848 áprilisi törvényekhez képest. Tehát azt látjuk, hogy ugye ez volt az egyik legfontosabb követelés a kiegyezés alkalmával, hogy ezeket az áprilisi törvényeket újra hatályba helyezzék Magyarországon, és ezzel folytatódhasson a polgári államszervezet kiépítése Magyarországon. A királynak a jogköreit elsősorban az 1848. évi harmadik törvénycikk szabályozta, amik az úgynevezett független felelős magyar minisztériumról szólt. Ugye akkor így érzékelhetjük, hogy elsősorban a királynak a pozícióját az államszervezetben a végrehajtás területén találták meg, hogy a végrehajtás élén az uralkodó áll. Egyébként itt szépen szabályozzák az uralkodónak a jogállását, szent, sérhetetlen és felelőtlen. És ennek köszönhető az, hogy akkor az uralkodó innentől kezdve a végrehajtást gyakorolja, valamennyi jogkört megtartott saját magának, és az összes többit pedig az úgynevezett független felelős magyar minisztérium útján fogja gyakorolni. Ugye erre is viszonylag nagy befolyása van, mert ahogy említettem, a miniszterelnököt a király nevezi ki, nyilvánvalóan igyekezett a nyertes pártból, tehát a választásokon nyertes pártból kinevezni a miniszterelnököt, de összességében ezzel az uralkodó maga dönthetett, hogy kit fog kinevezni miniszterelnökké. És utána a miniszterelnök javaslatára, tehát láthatjuk, hogy a miniszterelnök azért meghatározhatta, hogy kivel szeretne együtt dolgozni, a miniszterelnök javaslatára nevezték ki szintén az uralkodó a minisztereket. Nagyon gyakran el szoktam mesélni szerintem egy olyan vicces eleme ebbe ilyen szempontból, hogy az uralkodó mennyire magáinak érezte ezeket az embereket, hogy jellemzően azt a megszólítást olvassuk azokban a rendeletekbe, amiket esetleg az uralkodó a miniszterekhez intéz, hogy a vezeték nevéhez hozzábigyezti a birtokjelet, azt mondanánk. Tehát mondjuk, hogyha téged miniszterré nevezne ki, akkor az lenne a megszólítás, Dobim. Tehát, vagy Péter Vár íme, ami azt gondolom, hogy olyan mókás. Tehát az igazságügyi minisztert úgy hívták, hogy Bittó István, az ő megnevezése Bittóm. Tehát ez olyan furcsán hangzik, hogy ha így címeznek, hát most már nem igazán alkalmazzuk ezt a megoldást. Történelemben mindig vannak egyébként ilyen kisebb különbségek. Én úgy gondolom, hogy ezek a pici dolgok sokszor jobban hozzásegítenek minket ahhoz, hogy megjegyezzünk valamit, például egy ilyen összetett témát, mint az, hogyha valaki így elébünk tenne egy könyvet, és hogy olvassuk el a 67. oldaltól a 78. oldalig az osztrák-magyar monarchiát. Ezt én is így gondolom, tehát én mindig törekszek arra, hogy kiemeljek valamilyen kis vicces momentumot, amit esetleg a hallgatók ezáltal így jobban megjegyezhetnek, vagy egy kis ilyen életszagú példát. Számomra pont ezért volt érdekes, hogy itt ez a passzív ellenállás, amikor volt, hogy felvetettem a hallgatóknak, hogy én erre emlékeznek-e, mert én is azt gondolom, hogy inkább ezek az érzetek, meg ezek az ilyen furcsa kifejezések talán jobban megmaradnak, mint a konkrétumok, évszámok, vagy ilyesmi. Tehát ez a passzív ellenállás, hogy a magyarok így ellenállnak az osztrákoknak, ez ilyen harcos, kurucos ellenállás, ez úgy meg szokott maradni a hallgatóknak, igen. De nem mindig most már úgy tűnik. De. Vannak még egyébként pozitív esetek, mint ahogy látszik is. Én is volt, hogy megkérdeztem így emberektől, pár embertől, hogy rémlik ez nekik, mielőtt eljöttem ide a stúdióba, és volt, akiknek igen rém lett. Tehát azért ez úgy benne van a hallgatói köztudatban még, amit a középiskolában tanult. Én úgy gondolom már egyébként, hogy sikeresen elolvastuk a 67. oldaltól a 70, ha nem is a 78-ig, de a 76. oldalig elolvastuk a történetet, viszont pont emiatt, hogy te is említetted, hogy szereted mesélni a hallgatóidnak ezeket a dolgokat, hogy megjegyezzék. A pályáddal kapcsolatban szeretnék neked pár kérdést feltenni. Jó. Mik a jövőt illető terveid? Jelenleg mivel foglalkozol, és mik a kilátásaid a jövőre?
Hát ahhoz, hogy a jövőről tudjak egy kicsit beszélni, vissza kell menni a múltba. 2018-ban védtem meg a doktori értekezésemet, amit magyar közigazgatás történetből írtam. Egyébként mond a dualizmus korának az első közigazgatási törvényét vizsgáltam, és ott is a járási szervezetet. Mi elsősorban jogtörténészként ilyen levéltári forrásokkal dolgozunk, úgyhogy itt a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltárának az iratanyagából, a belügyminisztériumi iratanyaggal foglalkoztam ennek kapcsán, és azért akartam ide visszanyúlni, mert az egyik elsődleges feladatom pont ez lenne, hogy ebből most könyvet alkossak, és utána ebből megszülessen az első könyvem, mert nyilvánvalóan próbálok az oktatói ranglétra, vagy az oktatói előmenetel következő lépcsőfokait megugrani. Így most már 2 éve védtem meg a doktori értekezésemet, nyilvánvalóan a következő lépcsőfok a habilitáció lesz, úgyhogy most újabban a habilitációs témámmal foglalkozom. Emiatt már korábban egy ösztöndíjjal voltam kint Németországban, és az új téma, amit kitűztem magamnak, ez a csődjoggal szeretnék foglalkozni. Főleg, mert ez megint talán egy olyan téma, ami így a tehát a közigazgatás történetről nem mindig mondható el, nagyon megragadja a hallgatókat, de ez a csődjog, mint téma, ez általában úgy jobban szokta mégiscsak ilyen kereskedelmi joggal foglalkozó jogák, ezzel azért szoktak szeretni foglalkozni a hallgatók. Úgyhogy 2 ilyen törvényünk van, amely a csődjogot szabályozta Magyarországon egészen egyébként a Horthy korszak végéig, és ezzel a 2 törvénnyel tervezek a közeljövőbe foglalkozni. Korábban még foglalkoztam az 1840. év 22. törvénycikkel, ugye ez is fontos volt, mert a reformkorban éppen deák közreműködésével sikerült ezt a törvényt elfogadtatni, igen nagy német-osztrák befolyásra. Ugye ezek nagyon fontos törvények voltak, ezekkel a kereskedelmi törvényekkel kívánták fellendíteni az ország gazdaságát. Majd utána megint az ország gazdaságát akarják fellendíteni, a kiegyezést követően mondjuk elég lassan születik meg a törvény, mert már a tervezet, az új csődtörvény tervezet már 1873-74-ben elkészül, majd csak 1881-ben sikerül elfogadni, de ezzel a törvénnyel foglalkozok, ez az 1881. évi 17. törvénycikkel ez a következő lehet nagy projekt. Lehet egyébként, szerintem közös pont az, pont a csőd eljárás. Találkoztam már én is életemben ezzel a fogalommal. Egyszer egy pár ismerősömnek fordítottam pont ilyen csődeljárással kapcsolatos cikkeket angol nyelvről, Detroit esetében, és másik településnek nem jut eszembe a neve, de 2 amerikai településnek a csődeljárásával, és ugye, hogy a csőd, megindították a csődeljárást. Érdekes, de nagyon nehéz és komplex téma volt már csak fordítás szempontjából, és hát még kutatni benne. Máté, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy ilyen mélységekben tudtunk erről a témakörről beszélgetni. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. A viszontlátásra!